Én őszintén mondom, nem értem. Mindig csak így ennyi, de ne! Nézd meg, beakad, miért akad be? Nem már! Szevasztok és sziasztok, én Saláltak itt az Árvar, és üdvözöllek titeket a csatornámon, és üdvözöllek titeket a Getting Over It-ben, ugye ezelőtti részben itt hagytuk abba, és szerintem máma, ugye tovább fogunk jutni, igaz, hogy visszaestünk, de hát az lesz a mai videónak a célja, hogy ugye ahova az ezelőtti részben el akartunk jutni, oda eljussunk. Hát nem tudom, hogy ez most hogy fog sikerülni, de én addig fogom most csinálni ezt a videót, amíg nem fogok oda feljutni, még akkor is, hogyha leesek egy párszor, én odáig fogom csinálni ezt a videót, de most eléggé rosszul haladok, srácok, kezdek egyre jobban leesni, de hát remélem, hogy azért lesz siker ebbe a részben, és hát akkor én azt terveztem, hogy akkor most jön egy timelapse, ahol megpróbálok nagyon messze jutni, és akkor vagy meglátjuk, hogy akkor jutottam-e, vagy sem, hogyha vége a timelapse-nek, úgyhogy 3, 2, 1, timelapse. Na jó, akkor itt vért téged a timelapse. Hát szerintem láttátok, hogy mennyit sem estem le, és valahogy nem tudok tovább jutni, valahogy nagyon béna lettem ebben a játékban. Nem is értem, hogy miért. Pedig olyan jól ment. Ez előtti rész, ha jól tudom. Mindegy, ahol feljutottunk. Várjál. A timelapse-t állítottam ezen, lejjebb vettem, hogy ne csináljon hirtelen mozdulatokat, de hát az nem ért sokat, nem tudom. Nem is tudom, srácok. Én fogalmam sincs, srácok. Ez a játék valahogy nekem nem megy. Én próbálkozok, srácok. Na, most gyors, hogy speedrun, srácok, figyelj. Én tényleg próbálkozok, srácok. Én tényleg próbálkozok, srácok, miért nem működik? Amúgy nem fáj neki, hogy beveri egyfolytában a fejét? Meg ez jó érzés neki, hogy beveri egyfolytában a fejét, nem akarja kivinni a játékot. Nem akar végre lebegni. Na jó. Srácok. Fogalmam sincs, hogy így kéne ezt kivinni, srácok. Fogalmam sincs. Úgyhogy... hát még egy kicsit azért mi fogok játszani. Mert hát én... nem úgy akarom csinálni a részeket, hogy mindig lejjebb esek. Hanem pont úgy, hogy mindig feljebb jutok, srácok. Fel. Na. Nem le. Mondom fel. Srácok. Hát mindjárt sírok ezen a játékon, srácok, komolyan mondom. Nem már!
Nem bírom frázok idegekkel ezt az egészet. De hogyha belegondolsz, egyáltalán mit keres itt ez a ház? Ez így mi ez ma? És ez így mi? Ez egy kamion? Vagyis nem kamion, az a... Mi annak a neve? Kis busz az. Ez egy kis busz. Kis busz, srácok. Én eddig azt hittem, hogy valamilyen kő, aminek ilyen más textúra van, de most egy jobban megnézem. Aha, így a srácok. De ez is amúgy olyan, mint a Worms, hogy így tök jól meg van csinálva a tárgyak, de amúgy így a széle valójában, szóval nem úgy van, ahogy így benne, szóval nem tudok például belemenni a csőbe, vagy ilyesmi, vagy nem a tetején vagyok ennek a cuccosnak ugye, hanem szóval nem a kör közepén, hanem ugye a cuccosan, szóval ahogy így van így a textúra, érted? Szóval nem úgy van a dolog, ahogy a textúrája. Értetek? Szerintem. Úgyhogy értem. Nem tudom, srácok. Nem tudom. De azt szerintem most ti is éppen láttátok, hogy felraktam a kezemet, megvakartam magam, és valamit, és felhúzta magát. Nem? Azt szerintem ti is láttátok. Nem tudom, hogy láttátok, de szerintem ti is láttátok. Szóval, hogy nem én irányítom ezt a palizert. Ez éli a saját életét. Hogyha én irányítanám, egyedül nem irányítanám magát, akkor én már kivittem volna ezt a játékot. Nem hiszitek-e? Nézd meg, mit csinál. Nézd meg, beakad. Miért akad be? Még én húzom arrébb, és felengedi. Annyit, hogy ellökte volna magát, felengedte. Srácok, mi ez? Lehet, hogy mutatnom kéne az egeremet is. Lehet, hogy azzal többet érnétek, hogy az egeret mutatnám, nem pedig a fejemet. Srácok, nem tudom, hogy ez a videó egyáltalán most kikerüljön-e. Hát ugye nem történik semmi. Nincs kedvem, srácok. Nincs kedvem, ez az egész. Nem. Miért nem? Most ne lögd már ki magad, én csak felraktam a kalapást, akkor miért kell egybe ellöknöd magad? De lehet, hogy az a baj a srácnak. Nem akarja, hogy hozzáérjen valami ez a kalapács, és azért mindig ellöki magát. Vagyis a kalapáccsal mindig elengedi a dolgokat. Nem? Aha. Nem tudunk tovább jutni, srácok. Én nem értem, hogy ez miért van. Én őszintén mondom, nem értem. Mindig csak így ennyi, de ne lögd úgy, hogy ez mi srácok, érted, hogy úgy, ahelyett, hogy megfogná magát, nem, ellöki magát, érted, ahelyett, hogy belekapaszkodna, inkább ellöki, ez mi volt éppen, én normálisan körözök, fie, jó, most csak egész végig körözök, úgy fogom ezt szépen kivinni, hogy egész végig körözök, mert csak, igazából csak az kell, na jó, így, én körözök, szóval, hogyha valami más csinál, akkor az nem én csinálom. Várjál, akkor több hely kéne, hogy rendesen tudjak körözni. Na, mit csinálsz már megint? Köröz, srác. Na. Lehet, hogy tényleg csak ennyi a titka, hogy körözni kell. Úgy, nem jó. Úgy, körbe. Úgy. Jó. Srácok, ez a taktikája. Ne! Ezt nem hiszem el, srác. Ne! Ez mi? Hát én teljesen nem ezt csináltam, hogy egész így húzom fel magam. Halljátok, mindjárt megnyomozza a Alt-F4-et, komolyan mondom, srácok. Ez mi ez a játék? Na jó, tudjátok, mit fogok most csinálni? Ezt én most leveszem. Egy. Így lesz.
ez az, hogy mennyire érzékeljük, hogy mit csinálok ezzel a cuccossal. Ez így nagyon fos. Már elnézést. Akkor ez... Nem tudom, hol a közepe, az a baj. Na. Így. Talán. Nem tudom, srácok, nem fogalmam sincs, hogy ezt hogy kéne megcsinálni. Lehet, hogy így most már jobb. Elhittük fogva, szerintem nem kellett volna átállítani, de az a baj, hogy akkor meg akadozott. Ugye, vagyis hát én azt hittem, hogy az, hogy mennyi ideig a tartson, ugye, még csinál valamit, és hát én nem akartam késést, ugye. Úgy akartam, hogy megcsinálom, akkor rögtön reagál rá, ugye, és akkor szóval félreértelmeztem, és akkor rögtön felnyomtam, hogy hát minek ezért lenne ilyen várakozható. Na jó. Most nem tudom, hogy miért Ferdinál, lehet, hogy a fán áll, vagy nem tudom, de jó, nem értettem, hogy miért Ferdinált. Még nem is lehet úgy megállni. Most, he? Na jó. Oké, jó. Jó. Srácok, újra itt. Nem tudom, mennyi ideje megy a felvétel, de én most tovább akarok jutni. Srácok, eljött ez a nagy pillanat. Újra itt vagyunk, srácok. Sikerül-e vagy sem? Ez itt a kérdés. Sikerül-e vagy sem? Na, hát én ezt nem értem. Jó, így leviszed, és rá, így. Na, tökéletes. Oké, így, né. Ez már hanyadik rész amúgy, bakker, és még mindig itt tartok a legesleg elején, srácok, ez tényleg elég ciki. De mit csináljak, srácok? Mit csináljak? Nem lehet semmilyen boostot se venni, meg semmit, srácok, itt nem lehet. Lehet Guidét nézni, de az se segít sokat. Lehet, hogy mindjárt nézek Guidét őszintén. Hát de mondjuk az se érni sokat, mert hát ez ugyanolyan, mint hogy csak egy normális YouTube-os nézek, érted? És látom, hogy hogy csinálja, de ha nem tudom leutánozni őt, akkor sok értelme ugye nincs. Értitek? Hogy hát látom, tudom, hogy kell, de ha nem tudom megcsinálni azt, ahogy kell, akkor ugye... Hát nem, szerintem értitek, hogy értem, nem? Hogyha nem tudom, hogy... Szóval tudom, hogy kell megcsinálni, csak nem tudom megvalósítani, akkor ugye nem tudom, hogy kell. Jó, szerintem akkor bezárom itt ezt a részt, szerintem a sorozatot is. Hogyha meg lesz erre a részre a... Az 5 like. 5. Tudom. Nagyon sokat mondok, mert tényleg nem akarom folytatni. Egyszerűen nem megy, srácok. Egyszerűen nem tudok tovább jutni, nem tudom, hogy kéne. De adhatok nekem tippet, hogy akartok, de... Akkor ennyi lett volna ez a rész. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. És hogyha nem akarsz lemaradni újabb tartalmakra, akkor nyomj meg a csengőt. Viszlát és hello!